békesség, Máté Evangéliumának 17. fejezetéből olvasom az első hat verset. Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És ime megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet, miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hanghallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. A hívő ember életében vannak olyan pillanatok, percek, néha órák, amikor másként és teljesebben tapasztalja meg Istent. Megérzi, megsejti azt a különbséget, amit Isten közelsége jelenti ilyenkor. Egy különösen is világosan megérkező ige, szíven találó prédikáció, együtt lenni testvérekkel, imádságban, szolgálatban, egy találkozó, egy csendes hét, akár egy esemény a csillagponton. Ilyenkor annyira egyértelmű minden mindaz, ami a Szentírásban van megírva. Ilyenkor nagyon-nagyon közel érezzük magunkhoz Istent. Vannak ilyen pillanatok és órák. Amikor, amikor kiemelkedünk a mindennapi küzdelmes hitmegélésből, amikor elhalkul a világ háttérzaja és saját életünk zaja. Ott azon a hegyen, ahol a tanítványokkal ott van Jézus, ott nincs zaj, tisztán, hangosan és világosan csendül fel Isten dicsőségének szimfóniája. És Jézus ragyog, és átragyog az emberségén, a vállalt útjának, porán, lényének valódi világossága és tisztasága. Most nem rejti el. Ez egy nagyon fontos pillanat Péternek. Jó nekünk itt lenni, mondja örömteli zavarában, zavaros örömében, és nem azt érti alatta, hogy szép ez a hely, szép a kilátás, egyáltalán nem. Itt minden magától értetődő, itt most minden rendben van. Jézusban felragyog az elveszített Isten szentsége és dicsősége, itt előttük, és nincs most más. Aztán megjelenik Mózes, a törvényadó, és beszélget Jézussal, akiben a törvény célhoz ér, és új szintre lép. Aztán megjelenik Illés, a nagy próféta, beszélget Jézussal, akiben beteljesednek és célba érnek a proféciák, akiben új szinten szólal meg Isten. Péter kifejezi, jó itt lenni. Így kellene. Az édenben lehetett így, meg majd az üdvösségben, az örökkévalóságban lesz majd így biztos. Ennyire zajmentesen és tisztán. Áldott pillanat és áldott órák ezek. Mi történik itt? Jézus meg akarja őket erősíteni. Kisfiú várja, nem is annyira kisfiú, már 12 éves, várja a születésnapját, családja látja a biciklizés iránti szenvedélyét és tehetségét, és megveszik neki a nagyon drága vágyott terepbiciklit. Még van egy hónap, a kisfiú nem, nem hiszi el. Édesanyja ismeri a fiát, magában is bizonytalan, ezért leviszi a pincébe, megmutatja neki, hogy, hogy itt van, megvettük, majd megkapod, amikor jön a születésnap. Csak egy percig van ott, hozzá sem érhet, de innentől kezdve teljesen más lesz a következő hónap. Már örömmel várja, mert tudja, hogy az övé. Még ha nincs is a kezében. Péter és két társa ízelítőt kap. Majd a feltámadáskor még többet kapnak. Ott a hegyen megerősíti őket Jézus, hogy majd lent a völgyben, a zajban vissza tudjanak erre gondolni. És akkor még azt mondja az atya, hogy őt hallgassátok. Mert a legfontosabb nem is az élmény, hanem, hanem maga Jézus, aki ugyanaz a dicsőségben, és ugyanaz az úti köpenyben, szomjasan is, az emberek között. Valójában a lényeg ugyanaz, maga Jézus. És ugyanaz velünk is, akár a legnagyobb örömben és a legnagyobb tisztaságban értjük és halljuk az igét, akár úgy, hogy meg kell érte dolgoznunk a mindennapok zajában. Ugyanaz a Jézus szól hozzánk. Megéri az erőfeszítés a zajban is, és megéri emlékezni a tisztára amikor nincs zaj. Ugye igen? Ámen.